Terjed a szamárköhögés, már minden vármegyében van regisztrált beteg. Rengeteg a bezáró bolt, a koronavírus okozta válság óta számos vállalkozás, kiskereskedelmi üzlet szűnt meg. Egy hónap az iskola kezdésig akciókkal és bőséges kínálattal várják a vásárlókat az írószerüzletekben. Gyorsulva terjed a szamárköhögés, már minden vármegyében van regisztrált beteg. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből kiderült, hogy az egyik legfrissebb esetet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből jelentették. A szakemberek felhívják a kismamák figyelmét, hogy érdemes emlékeztető oltást adatni, mert az újszülöttet is védi. A magyar védőoltási rendszernek köszönhetően nincs szamárköhögés járvány, a betegség szorványosan fordul elő, de a jelenlegi adatok szerint gyorsulva terjed. Európa néhány országában, például Ausztriában, Dániában és Norvégiában már 2023-ban megkezdődött az esetszámok emelkedése, hazánkban viszont csak 2024. 20. hetétől. Július közepéig országosan összesen 153 szamárköhögés gyanús megbetegedésre érkezett bejelentés a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz. A laborvizsgálatok eddig 65 esetben megerősítették, 34 esetben viszont nem támasztották alá a klinikai diagnózist. A legveszélyeztetettebb korosztály az újszülöttek és a csecsemők. Azért, mert ők védtelenek és még nem kapnak oltást. Két hónapos korban megkezdődik az a oltási sorozat, amivel több oltáson keresztül védetté tudjuk tenni a csecsemőket. Ugyanakkor meg nem az egyedüli korosztály, aki veszélyeztetett, mert ugyan a népesség át van oltva ezzel a betegséggel, ezzel a védőoltással, de ezeknek a védettségi tartalma korlátozott, és bizony 5 évenként megjelenik a világon, Magyarországon is ez a betegség, és most sajnálatos módon még halálesetekkel is jár, és ugye azok az egyének, akiknek a védettsége valamilyen oknál fogva csökken, például mert idősek, mert legyengültek, azok épp hogy ki vannak téve. Csak mivel egy picit mégis védettek, mert valamikor megkapták az oltást, nem olyan súlyos a lefolyás, mint a csecsemőknél. Tehát a legveszélyeztetettebbek a kis újszülöttek, 2 hónapos korig, újszülött kora csecsemő, meg az idősebb korosztály. Felnőtteknél és az oltottak körében jellemzően enyhén zajlik le a megbetegedés, mivel ezt a fertőzést baktérium okozza, antibiotikummal jól kezelhető. A felnőttkori lakosság tartós köhögésének körülbelül 10-néhány százaléka mögött lehet a szamárköhögés kórokozója, és ugye az egyik jellemző tünete a kóros és tartós köhögés. Na de azért, bocsánat, nem ebből áll a betegség, ettől még nem lenne semmi baj, hát ez egy nagyon súlyos bakteriális fertőzés, ami önmagában is veszélyezteti, kimerül a szervezet, a nagyon erős köhögés a pici gyerekeknél, meg jön a szövődmény. Tehát emiatt sajnos még halálesetek is előfordulnak. A haláleset a legvégső szövődmény, de előtte sok mindent megtapasztal az, aki szamárköhögésben szenved. A tüdőt betegíti meg, és hát ugye, ha például egy laboratóriumi vizsgálat történik, akkor a normális 6-8 ezres fehérvésejtszám helyett 100 ezres nagyságrendű fehérvésejtszám. Ez a laboratóriumi háttér. És a szövődmény pedig még egyszer az, hogy a tüdőszövete, főként a hörgő körüli kötőszövet begyullad, a gázcserét rontja, annyira, hogy nincs légzés, és nem kap elég oxigént a szervezet, és az intenzív köhögés miatt pedig a kimerülés okozta szívelégtelenség is kiváltva, meg a kis csecsemőknél azt mondjuk latinul, hogy apnoé, légzés kimaradás következhet be, és egyszerűen megfullad a gyermek. Szakemberek azt mondják, az újszülöttek úgy védhetőek meg a legjobban, ha az anyuka a várandóság utolsó 3 hónapjában megkapja az emlékeztető oltást. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a hatóság folyamatosan monitorozza. A legtöbb üzlet a fővárosban, a legkevesebb a nagyközségekben szűnt meg az elmúlt 10 évben.
A KSH statisztikai adatai alapján Budapest után a legtöbb gazdálkodó szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kerül bejegyzésre, igaz, itt is szűnik meg az egyik legtöbb. A tavalyi évhez képest vármegyékben 3-4%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma. Ez összesen 1617. Diétás termékekért fizet maszkban egy vásárló az ugyancsak maszkot viselő eladónak Nyíregyházán. A felvételek 2022-ben készültek, az üzletet azóta hiába keresnénk a szokott helyen. A KSH statisztikái alapján Magyarországon 2013 óta évente 3-4 ezer üzlet szűnik meg. Ez átlagosan 3,5%-os csökkenést jelent minden évben. Tavaly Budapesten, ahol országszerte a legtöbb üzlet található, a bezárási hullám elérte az 5%-ot is, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is jelentős volt a megszűnt vállalkozások száma. 2023-ban jelentősebb 7,6%-os csökkenést mértünk, ennek nagy részét azonban egy országos szolgáltató kiskereskedelmi tevékenységének teljes megszűnése okozta. Üzlettípusonként vizsgálva azt látjuk, hogy az élelmiszer és élelmiszer típusú vegyes üzletek száma 5,2%-kal, a nem élelmiszer jellegű üzleteké pedig 9%-kal csökkent egy év alatt. A szakember szerint hosszabb távon érdemes megvizsgálni a kérdést. Az elmúlt 10 évben a fővárosban csökkent a leginkább az üzletek száma, a legkisebb mértékben a nagyközségekben. Ennek ellenére továbbra is a főváros az üzletekkel legjobban ellátott terület, itt található az ország üzleteinek 1/5-e. 10 éves távlatban körülbelül 1/4 esett vissza a kiskereskedelmi üzletek száma. Ez minden üzlettípust érint, de természetesen nem mindegyiket egyformán. A fogyasztói szokások változásával is összefüggésben a legnagyobb mértékben 40%-ot is meghaladó arányban a használt cikk, a könyv, újság és az iparcikk jellegű vegyes üzletek száma csökkent az elmúlt évtizedben. Túrós bér szeretnék akkor. Igen, csak hát túrós van, kapós elfogyott. Jó lesz a túrós. A 2023. decemberi KSH adatok szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 5500 kiskereskedelmi üzlet működött. Ez az ország üzleteinek közel 6%-a. 10 000 lakosra vetítve 114 bolt jut a vármegyében, ez kissé magasabb, mint az országos átlag. A vármegyék közül tavaly Nógrád és Borsodabaúj-Zemplén után itt csökkent a legnagyobb mértékben az üzletek száma, ez 8,4%-os csökkenést jelent. Az elmúlt 10 évben regisztrált csökkenés mértéke azonban az országos átlag alatt maradt. Már a Covid óta azt tudjuk, hogy a internetes kereskedelem azért előtérbe került, és hát nagyon sokan lakosság részére, nagyon sokan most már azt mondják, hogy interneten vásárolnak, tehát előnyben részesítik a bolti értékesítéssel szembe. Másrészt a vendéglátóhelyeket is kevésbé látogatják, inkább a házhoz szállítás lett a divat. Hozzátette, 2024-ben a tavalyihoz képest 3-4%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Beregben, de még így is ebben a vármegyében van a legtöbb gazdálkodó szervezet Budapest után. Magyar tűzoltók, köztük egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei is részt vesz az észak-macedóniai erdőtüzek oltásában, közölte a katasztrófavédelem. A hőség és szárazság miatt nem csak Magyarországon nőtt meg a szabadtéri tüzek kockázata, a napokban az egész Balkán-félszigeten jellemzőek a nagyobb kiterjedésű szabadtéri tüzek. Az észak-macedón köztársaság területén komoly erdőtüzek pusztítanak, amelyek megfékezéséhez a balkáni állam nemzetközi segítséget kért. A magyar katasztrófavédelem a segítségkérésre haladéktalanul reagált, és július 31-én egy 46 főből és 13 járműből álló tűzoltó csapatot ajánlott fel. Észak-Macedónia a felajánlott magyar segítséget elfogadta. A 46 fős tűzoltó csapat tagjai között vannak logisztikusok, drónpilóták és 3 egészségügyi szakember is. A helyszínen Szabolcs-Szatmár-Beregből is segít egy tűzoltó, Vaskó László tűzoltó alezredes tavaly év elején a földrengés sújtotta Törökországban is helytállt bajtársaival. Több 10 000 forint is lehet egy első osztályos iskolatáskája. A jó hír az, hogy az árak az elmúlt évekhez képest nem emelkedtek. Arra biztatnak a szakemberek, hogy a tanszerek megvásárlásakor is igyekezzünk ár-érték arányban a legjobb minőséget választani. Ilyen apró sorok közé kezd írni egy első osztályos nebuló.
Augusztus hónapban már elkezdődik a vásárlás a szeptemberi iskola kezdésre. A boltok különféle akciókkal igyekeznek becsalogatni a vásárlókat, hiszen a tulajdonosok is tudják, hogy a családokra igen nagy anyagi terhet ró az iskola kezdés. Ennek tudatában is arra biztatják a vásárlókat, hogy válasszanak jó minőségű iskolaszereket. Mi, mint szakmai írószer üzlet, valljuk azt, hogy lehet a csillogós is jó, de mindenféleképpen a gyerek kvalitásának megfelelő írószert kell választani. Ebben az eladóink, akik képzettek, akik évek óta ezt csinálják, nagyon-nagyon jó tanácsot tudnak adni. Nem mindegy egy gyereknek 2H-s, HB-s vagy 3B-s ceruzával írni. Ez az írásképben, a sikerélményben rengeteget jelent. A termékek árait illetően nem történt nagyobb változás. A kisiskolások évkezdése jellemzően az, amely a legtöbb eszközt igényli. Én vallom azt, hogy mindenféleképpen a kisiskolásokra tehető. A kisiskolásoknak valahogy kedvet kell csinálni ahhoz, hogy szeressen iskolába járni. Ehhez a szép, csillogó írószer nagyon jó ahhoz, hogy a kedvünk meglegyen. De ezen belül keresnünk kell a minőséget. Keresnünk kell azt, hogy a gyereknek később ne a csillogós toltartóból, hanem annak a beltartalmából legyen sikerélménye. És innentől kezdve, ha egy gyereknek ezt megtaláljuk, imádni fog iskolába járni. Az üzletek felhozatala igen bőséges. A szakember szerint kikopni látszanak a trendekből a mesehősök, viszont a kicsik körében még mindig népszerűek az állatminták. A felsőbb osztályosok pedig jellemzően a márkajelzéseket részesítik előnyben. A legnagyobb kiadás minden esetben az iskolatáska. Ezek 18 ezer forinttól indulnak, mert ugye nem ajánljuk az elsősöknek a háti táskát, hanem ezeket az ergonomi táskákat, amik ugye maga a táska csak 1 kiló, bele a könyv azt mondjuk lehet, hogy 10, de ezeket a táskákat általában meg kell venni. Ez a tornazsák, toltartó, tehát ez a legnagyobb kiadás. Utána a könyvek, az ugye mi arról nem tudunk, de a füzetek és a hozzátartozó iskolaszerek, azok 10 000 forint környékén már beköthetőek. Tehát azzal már meg tudják oldani. Az igazi dömping még nem kezdődött el, de az üzletek kínálata már bőven készen áll arra, hogy kiszolgálja a felmerülő igényeket. Július utolsó napjától elérhető a MÁV okostelefon alkalmazásának legújabb verziója, amelyben az informatikai frissítéseken túl egy fontosabb tartalmi változással is találkozhatnak a felhasználók. A főmenüben található térképet felváltotta Emma, a MÁV Volán csoport egységes menetrendés térképes útvonal tervezője. Ez az első olyan integrált utazástervező platform, amellyel nem csak a hazai vasút és autóbuszos menetrendek válnak elérhetővé, hanem a járatok valós idejű adatai is. Így annak segítségével bárki egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan tervezheti meg utazását a közösségi közlekedés szinte minden eszközével. Az immár a MÁV appon keresztül is elérhető felületen egy helyen és valós időben követhető minden vonat, volánbusz és hév, továbbá a BKK és számos helyi járat minden lényeges információja, beleértve az esetleges késéseket és más rendkívüli közlekedési eseményeket, ahogyan azt is, hogy melyik vágányról indul a vonat és melyik kocsiállásról az autóbusz, továbbá mikor érkezik a járatunk az adott megállóba. Augusztus 1-én megkezdődött annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek eddig a könyvtár ellátó non-profit Kft. Üllői raktárában várakoztak. A nyíregyházi Vécsei Károly iskolába 220 tankönyv csomag érkezett csütörtök reggel, ami kicsit több mint 3200 könyvet jelent. Az ingyenes kiadványokat szeptember 1-én vehetik kézbe a diákok. Nincs sok hátra a becsengetésig, hiszen már rendszerezik a tankönyveket a Vécsei Károly iskolában. Csütörtök reggel megérkezett a 3214 darab kiadvány, melyből egész évben okoshodhat az intézmény 220 diákja. Április előtt felmérjük a következő tanévben a tanulók létszámát, akkor már megtörténik az elsősök beiratkozása, és a tankönyvfelelős ezt összegyűjti, és az oktatási hivatal honlapjáról kiválasztunk egy tankönyvcsaládot, mi az Office tankönyvcsaládot preferáljuk, mert a hozzánk járó tanulók igényeihez ez a tankönyvcsalád igazodik. Azután történik némi mozgás, jönnek gyerekek, ezért június elején még van lehetőség arra, hogy pótrendelést adjunk le, és
Augusztus 1-én érkeztek meg hozzánk a könyvek, ha jól tudom, ez az első nap, amikor tankönyveket szállítanak ki, de a nyár folyamán az a tapasztalat, hogy nagyon nagy a mozgás az iskolákban, akkor költöznek a gyerekek, a szülők, családok, és ezért szeptember elején ismét lehetőségünk lesz tankönyvrendelésre. 42 kiadó több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett csaknem 200 tankönyv is. A Vécsei Károly iskolában ebben a tanévben először lehetőség nyílt arra, hogy az 50 órás közösségi szolgálat keretein belül középiskolás diákok segítsék a tankönyv felelős munkáját. Őket az EU-diák közvetítettek ki ide hozzánk, három tanuló segíti a tankönyvek elrendezését, mert mint láthatjuk, azért ez nagy munka, sok a könyv és egy ember nehezen boldogul ezzel. A tankönyvek kiosztása egyébként szeptember 1-én történik meg. Az alsó tagozatosoknak, hát ki szoktuk rakni a padra, a kicsikéknek, a tanítónénik segítségével, a tankönyvfelelős kiporciózza, és akkor asztalukra rakjuk, ott várja a kicsikéket a könyv, a nagyok pedig az első naposztályunk levonulnak, és akkor átveszik a tankönyveket. Egyébként a tankönyv mindenki számára ingyenes, ez nagyon nagy segítség a családok számára, hiszen így is a tanszerek bevásárlását nagy terhet ró rájuk. 2020 eleje óta az Oktatási Hivatal 1259 tankönyvet újított meg. A központi raktárból országosan 13 millió könyv és oktatási segédlet indult útnak. Szolgálati, terápiás, segítő és mentő kutyákat lehet nevezni az év hős kutyája díjra augusztus 15-éig. A munkakutyák számára meghirdetett verseny célja, hogy bemutassa, népszerűsítse és elismeréssel díjazza azon ebeket, amelyek áldozatos munkájukkal nap mint nap embereken segítenek. A verseny során a szervezők közzé teszik a közösségi médiában, valamint a sajtóban a nevezett kutyák történetét, hogy minél többen megismerjék a munkakutyák valódi képességeiket, kiképzésük sokrétűségét, a velük dolgozó szervezetek önzetlen munkáját. A hősies munkát végző kutyák jelöléséről a hőskutya.hu oldalon lehet részletesen tájékozódni. Az atlétikai versenyek első számában a 20 kilométeres gyaloglásban állt rajthoz csütörtök reggel a párizsi olimpián Helebrad Máté, a nyíregyházi gyalogló a 48 fős mezőnyben végül a 44. helyen ért célba. Az volt várakozás, hogy egyéncsúcs közébe kerüljek, és hogy legalább egy erős középmezőnyt elcsípjek. Ez teljesen reálisnak tűnt a felkészülésem miatt, mert sem sérülés, sem betegség nem hátráltatott. Az olimpia előtti hónap nagyon jól sikerült edzés szempontjából, szóval teljesen optimistán álltam rajthoz. Ehhez képest nagyon-nagyon rossz napot fogtam ki. Melegítésnél még nem éreztem, viszont rajt után az első körben még nem, de a második körben már éreztem, hogy ez nagyon nem az én napom. A lábaim, mintha ollomból lettek volna, levegőt alig kaptam, a púzusom már rögtön a második kilométerben az egekben volt. Az ötödik körtől már csak visszafele számoltam a köröket, hogy mennyi van még hátra, és hát így utólag még az is csodó célba értem, mert nagyon szenvedős volt az egész verseny. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. A fejlesztések hamarosan egy új rekordtámpálya és két fedett lelátó kialakításával folytatódnak. A helyi felnőtt futballcsapat célja a Dobogó, a vármegyei másodosztály Pannónia csoportjának új idényében. Alaposan letesztelték hétvégén a Balkányi Sportcentrum vadonatúj borítással rendelkező futballpályáját a 13 év alatti labdarúgó palánták. A Balkányi Sportegyesület egy nemzetközi utánpótlás tornával avatta fel hivatalosan a város megújult sportöltözőjét és felújított labdarúgó pályáját. A tornának Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, a Párcium Labdarúgó Akadémia, a Kisvárdai Labdarúgó Akadémia, a Nyíregyháza Spartacus, a DVSC két csapata és a hazai Balkány U13-as utánpótlás gárdái mérték összetudásukat. Balkányban nagyon régóta várták már a sportolók és a szurkolók a sportközpont korszerűsítését. Erre a közelmúltban csaknem 120 millió forintot fordítottak a városban. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani.
elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat furattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karba tartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. A hazai környezetbe visszatérő sportegyesület felnőtt csapata tavaly bennmaradása ellenére sem vállalta a vármegyei első osztályt, az együttes a másodosztályban indult. Ezután nagyobb hangsúlyt kapott a hosszú távú fenntartható építkezés, ennek érdekében megerősítették az utánpótlást, és több helyi fiatal játékost is visszacsábítottak. Sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat. A pályavató nemzetközi tornát végül a DVSC nyerte a Nyíregyháza Spartacus előtt, ami pedig a sportközpontot illeti, hamarosan további fejlesztések kezdődnek meg. A sportegyesület sikeres pályázatának köszönhetően a pálya körül egy rekordtán futópályát, valamint két fedett lelátót is kialakítanak. Kedves nézőink, ezek voltak Szabó Szatmár-Bereg vármegye legfontosabb történései. Nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Július közepén 32 szamárköhögés gyanús esetet regisztráltak Magyarországon, ami új rekordnak felel meg a heti jelentések tekintetében. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből kiderült, hogy az egyik legfrissebb esetet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből jelentették, így mostanra minden vármegyében hivatalosan is megjelent a fertőzés. 2013 óta Magyarországon évente 3-4 ezer üzlet szűnik meg, ez derül ki a KSH statisztikáiból. A használt cikk, a könyv, újság, valamint az iparcikk jellegű üzletek szűntek meg a legnagyobb mértékben az elmúlt 10 évben. Ezeknél 40%-ot is meghaladta a bezárások aránya. Szabolcs-Szatmár-Beregben a tavalyihoz képest 3-4%-kal csökkent az egyéni vállalkozások száma, de még így is ebben a vármegyében van a legtöbb gazdálkodó szervezet Budapest után. Már csak egy hónap van hátra iskola kezdéséig, egyre több szülő keresi fel az üzleteket tanszervásárlás céljából. Az árak jelentős mértékben nem emelkedtek, a legnagyobb költséget még mindig az iskolatáska beszerzése jelenti, és természetesen ennek az évnek is megvannak a trendjei. Augusztus 1-én a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb péntek este jelentkezünk, és várja Önöket a weboldalunk is. Ha lemaradtak volna valamelyik tudósításról, akkor ezen keresztül újra megnézhetik. Én már a munkatársaim nevében is szép estét kívánok, jó pihenést, viszontlátásra! Pénteken változóan, de zömmel erősen gomoly felhős időben az elmúlt napokhoz képest kevesebb napsütésre, illetve főként délutántól elszórtan záporok, zivatargócok kialakulására lehet számítani. Kiterjedt áztató eső továbbra sem valószínű, az ország túlnyomó részén marad a szárazság. Többfelé fújhat élénk északnyugati szél, ami csökkenti a hőérzetet. A hőmérséklet napközben 29 és 33 fok között alakul, tehát pénteken.